az egész képzési struktúránkat, a mintatanterveinket átalakítottuk a piac igényeinek megfelelően. Az Alkalmazott Tudományok Egyetemeként gyakorlatorientált képzésekkel igyekszik a térségben tartani az itt élő fiatalokat a Nyíregyházi Egyetem. Ennek érdekében intenzív kapcsolatot ápolnak a piaci szereplőkkel, amelyek a duális és a kooperatív képzéseikben partnereik. A Felsőoktatási Intézmény a nemzetközi esítésre is nagy hangsúlyt fektet. Ennek egyében ősszel 14 angol nyelvű képzést indítottak el, akár csak a magyart, mint idegen nyelvet. Én azt gondolom, hogy mi az értelmiségi válás folyamatát nagyon segítjük. Itt a hallgató nem egy neptunkód, mi személyesen ismerjük a hallgatókat, kialakul a mester-tanítvány viszony, és az a célunk, hogy végezze is el a hallgató azt az adott szakot, amire ő bejelentkezett, és úgy távozzon, hogy élete legjobb szakaszaként emlékezzen majd vissza erre az időszakra. Noha hátra van még egy szorgalmi időszak addig, az egyetem már most közerővel készül az ősszel induló tanévre. Bíznak abban, hogy már a megszokott formában folyhat szeptembertől az oktatás, ez ugyanakkor a járvány alakulásától függ. Lendő hallgatóikat minden esetre már most elkezdik toborozni online nyílt napjai keretében, melyekkel jövő héttől, 4 héten keresztül, szerdánként 10 órától jelentkeznek YouTube csatornájukon. Itt azon kívül, hogy különböző tartalmakat nézhetnek meg, rektori tájékoztatást a képzési struktúránkról, palettánkról, hallgatói önkormányzati életről, illetve egy filmet nézhetnek meg most a jövő hét szerdán először a különböző rendezvényeinkről. Azon kívül lehetőség van arra, hogy ez alatt az egy óra alatt, 10 és 11 óra között írásban föltegyenek nekünk kérdéseket, és akkor mi arra rögtön válaszolni is tudunk, ami a képzésünkkel, felvételivel vagy bármivel kapcsolatos. A képzési struktúrában nem történt változás, a jelentkezők továbbra is felsőoktatási szakképzések, alap, osztatlan tanár és disziplináris mesterképzések közül választhatnak. Utóbbiaknál a mentálhigién és közösség és kapcsolatépítő szakra általános felvételi eljárás keretében most először lehet jelentkezni. A sikerre jártakat tanulmányaik során színes hallgatói élet várja. Hasonló rendezvényeink vannak, mint a többi egyetemnek, tehát ugyanúgy van nálunk gólyatábor, és ugyanúgy van nálunk gólyabá, mint bármelyik másik felsőoktatási intézményben. Amit kiemelnék, az az, hogy Nyíregyházi Egyetemen hangsúlyos a sportnak a jelenléte. Itt mind a tanárok sarkalnak az egészséges életmódra, mind a hallgatók a különböző sportrendezvényeikkel, mind csapat, mind egyéni szinten nagy hangsúlyt fektetnek erre, hogy a hallgatók minél inkább bele tudjanak kóstolni a különböző sportágaknak a rejtelmeibe. Jelentkezni február 15-ig lehet az ősszel induló képzésekre, ezúttal is kizárólag a felvi.hu-n elérhető e-felvételi rendszerében.